Egy kegyelmi helyzet alakult ki a pécsi időközi választással, így érték el Körömi Attila, aki függetlenként méretteti meg magát a 15-ös kertvárosi választókerületben szeptember 22-én. A politikus szerint az a néhány képviselő, aki sem a bal, sem a jobboldali tömbhöz nem tartozik, fontos szerepet kaphat a közgyűlésben. Miután egyik oldalnak sincs meg a többsége, ennek a választásnak az eredményétől függetlenül sincs többsége, nem lesz többsége a közgyűlésben. A bejutott másik négy jelölt, és innen a 15-ösből beválasztott szántékaim szerint örülnék neki, hogyha jelennék az jelölt, képes lesz a mérleg nyelvét biztosítani, és nem a paktumokhoz, szerintem ennek a választásnak pont az a lényeg, hogy a paktum politizálás Pécset befejeződött, hanem olyan döntésekhez tudjuk adni a szavazatunkat, ami Pécs város javát szolgálja, és átlátható módon születnek meg. A döntések átláthatóság az egyik legfontosabb, amit el kell érniük az új ciklusban, mondja a képviselőjelölt. Szerinte jelenleg nem tiszta, hogy ki hogyan dönt egyes esetekben a képviselőtestületben. A lényegét akarjuk megragadni, az a szavazás. Hogyan szavaztál ebben a kérdésben? Na, ezt nem tudja ma senki. Úgy kell visszabányászni, hogy ki hogyan szavazott a Pétáv privatizáció kérdésében, ki hogyan szavazott ebbe a kérdésbe, abba a kérdésbe, nyilvánossá kell tenni, és amit már régóta mondunk, hogy gyakorlatilag pillanatokon belül létre lehet hozni egy olyan költségvetést, ami közérthető. Javítani kell a politikai közhangulatot is, ezzel együtt a város és benne a kertvárosi rész élhetőségét szintén biztosítani kell, erre kényszerít a klímaváltozás is. Körömi Attila megszüntetni az önkormányzati média céget, a pénzt a diák újságírás fejlesztésére adná az általános és középiskolásoknak, mondta a csütörtöki bemutatkozó sajtótájékoztatóján a Melinda Parkban. A képviselőjelöltet támogatja a Tiszta Kezek Egyesület. Úgy gondoljuk, hogy a jelen idők azt az üzenetet hozták, hogy egy független jelölt jobb hívószó, mint bármilyen jelölő szervezet által indított pályázó vagy aspiráns. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy bár jelölő szervezetként regisztráltattuk magunkat, miután kiderült, hogy van egy független jelölt, csatlakozunk a Mindenki Pécséthez és a Pécs Mosthoz, ráadásul Attila ugye a Mindenki Pécsét Egyesület tagja, és az ő jelöltségét támogatjuk meg az erőforrásainkkal, ami humán erő forrás és nyilvános térbiztosítása. Ez azt jelenti, hogy a Tiszta Kezek Egyesület tagjai segítik a kampányban Körömi Attilát. Ez szórólapozástól a támogató utcai pultok működtetéséig több tevékenységet foglal magába, tudtuk meg a képviselőnőtől.